Sziasztok! Bújjék mindenkinek innen 2021-ből. Január 2-án vagyunk, és ismét egy vonalbejárás lesz. Az idei első. Jelenleg Csókakő megálló helyen vagyunk. De mindjárt megmutatom itt a másik irányba is. Itt szálltunk le a vonaltól, és arrafele ment tovább a Bézél Kovárna felett, a háttérben valamilyen látszik, és itt a Bodaj-Barinka vonalat fogjuk bejárni, ami errefele van, ott fog valahol kiágazni. Nem kell, ja. A Bodajtól a pálya mellett jön a vágány. Nem, viszont itt lesz majd mellettünk, és akkor egy olyan 10 km körülbelül maga a vonal, és ez a bányába vezetett. De mindjárt megnézzük, és itt van egy... Ez volt a régi ölház, szerintem. És milyen faszán felújították, tehát ez valószínűleg lakóházként funkcionál. Majd közelebbről megnézzük. Biztos, hogy melléképület volt. Igen, hogy... Amaz meg lakóház. Igen, és a melléképületből csináltuk ide egy esélybe állót. Hát... Szokásos kellékek megvannak, ugye itt van a menetrend. Hát napi egy most már, igen, tehát eddig kettő volt most már. Ja igen, 10.47 vagy 17.06-kor van itt vonat. És maga az egykori megállóhely épülete, az pedig lakóházként funkcionál. Teljesen felújítva. Egy pénztár információs. Ja, hát pedig pénztár az nincs. Már valószínűleg volt egy kiadás, amikor még az épület az üzemelt rendesen vasúti funkcióba. Ez a trambulinsa azért, pedig ez milyen jól lehet, hogy ameddig az utas vár a vonatra, addig elugrálhat itt egy párat. Tehát bevezetni a MÁV ezt az élményfokozó programot utazásként, hogy ameddig válsz a vonatra, addig ugrálhatsz. De nem, hát akkor haladjunk tovább. 217-es szelvénykő, és a tamarvébb lesz, igen, a balinkai vonal. De itt jött el van kerítve, nézzék itt a kandelárbelek is végig van, de szerintem ezek nem működnek már. Viszont ez a megállóhelyhez tartozott, itt volt az épület. De az is el van kerítve. Hát gondolom, eladták az épületet, hogy így van. Hát valószínű, de a villanypóznákat is itt hagyták. Figyelj, én itt laknék, ez... megcsinálnám, hogy világítsanak. Hát végül is. Na és akkor nagyjából itt is vagyunk, ez már a balinkai vonal, ez pedig az ötös. És hát... Ez meg az ötös. Jó, te kicsivel később ágazik ki, de most addig nem megyünk el, mert felesleges. Ez már az a vonal, itt már át tudunk térni. Hát nem Borsodában használták utoljára, az azért látszik. Na, gyokácfa is kinőtt itt, gyokác. Hát most a történetén annyit találtam, hogy valamikor az 1920-as évek után épült ki a bánya miatt. És volt egy időszak, amikor öt azért menetrendi mezőben benne volt, és személyforgalom is ment rajta balinkáig. De utoljára ablakos vonat 2008-ban járt rajta. Május 1-én volt Bodaj felsőig egy külön vonat. Ott van egy kulcsos ház, ami akkor még a MÁV-é volt, tehát valószínűleg ez már így van. Meg valószínűleg nem is működik. És oda volt egy szervezett külön vonat. De hogy utoljára ezen teherforgalom mikor volt, azt nem tudom, már nem találtam információkat jelen. De hát innen kb. 10 km balinka. Ja. És annyit el volt még ezzel a vonallal, olyan sokáig napi rendem is volt, hogy a Dudar bányaival összekötik. Mert akkor lehetett volna egy vicinális vonal belőle. Egy ilyen Bodaj-Dudar bánya összeköttetés, vagy hogy egy Bodaj zírc, akkor meg lett volna. De hát ez nem valósult meg. Bár remélhetőleg nem teljesen ilyen. De itt az itt már szépen nőnek ki a fák itt a Vágány tengelybe. És mondom, 12 éve itt még biztos, hogy vonat járt. Hát most már nem lehetne. Na, meg itt egy szelvénykő. Na, ezt nézd, lehet, hogy még olvasható is. Hát nem. Hát majd legközelebb szépen a Bodaj felsőnél fogok jelentkezni. Az innen kb. 2 km. Alakul a bozót harc. Csak úgy előre nézve. Egyébként 48-as hideg vannak és betonaljak. Na, jó, ott látszik is. Ja. Itt. Én is megkapatom a gombot. Fatiplis elem betonaljak így ránézésre. Hát haladjunk előre. És elfelejtettem tegnap este feltölteni az aksit, mert egyébként tegnap este döntöttük el, hogy akkor jöjjünk ide. De a kamerát az töltőre nem pakoltam fel, viszont reméltek a töltője az itt van nálam. Különben 20 perc után le fog merülni, és akkor onnastok ezzel nem lesz videó.
És itt van az első műtárgya vonalon, egy áteresz. Egyik oldalt már ellopták a korlátot. És tovább. Hát itt csak egy patak felett megyünk el, és közelítünk Balinka felsőhöz. Meg van ott egy földút is mellettünk, ugye. Hát így látszik, hogyha nagyon bedúlvol itt a helyzet, akkor a földúzra még át tudunk menni. Hát kérdés ugye, hogy meddig követi a sineket. Hát itt azért látjátok, hogy ez azért nem semmi. És ezt nézzétek, itt van az előjelző. Hát igen, ennek be, látunk egy-két nyomot, az valószínűleg a vonóvezeték tartó volt ehhez. Hát és ott meg már közel van a falu, az ott Bodajk. Az Bodajk, ja. Igen, mert Bodajk szélén megy el a vasút. Igen, tehát amikor a személyforgalom volt rajta, a Bodajk felsői megálló az akkor épült, mert... Itt lesz majd amúgy nem csak az első átjáró, csak ott is. Meg az első megálló is valahol itt lesz. Aha. Bodajk felső. Az épülete még talán megvan. Meg a kulcsos ház is, csak már nem üzemel. Menjünk tovább, aztán kiderül. Ezt nézzétek, na itt vagyunk Bodajk felsőn. Ez volt a megállóhely épülete. És egyébként itt nem, még nincsen messze Csókakő se. Tehát ott annál a fénycsodompós átjárónál van a Csókakői megálló is. És hát... Ez volt itt. Ja, meg ilyen frissen fel van letározva ez is, és még... Ja, itt volt a forgalmi iroda. Szekrényekkel meg hűtővel van telepakolva. Meg itt még lehet, hogy régen még volt egy kitérővágány, és itt, ahol most állunk. Még majd jobb nézzel, volt forgalmi iroda. Ja, itt ilyen OSB lappal, de viszont itt, igen, itt ki van törve. Ott egy hűtőszekrény, mindig néhány szekrény. És itt, na itt van a melléképület, ez hát tyúkol meg disznóval volt. És itt van az épület utcafronti része. Ott be lehet menni? Nem, hát akkor nem. Van régi jelzett lakat, azzal a vastag kulcsot. Yeah. Azt nézzétek, az már lassan szétpordlod a losdától. Hát akkor ezt nézzétek, közben elhagyjuk az épületet. Viszont, ami érdekes, hogy itt rengeteg betonaj ide kibontva. Tehát itt lehetséges, hogy itt volt egy első vágány valamikor, és azt szedték föl. Mert viszont itt van a peron maradvány, itt látszott meg, hát ott ezek a talpak, tehát itt térvilágítás volt. Csak a villanypóznákat elvitték. Igen, ez pedig egy áteresz, nem? Itt csak valami patak van. Igen. De mi ez a sok tégla itt? Vastag vízvezetékcsővel van átkötve, azt ugye. Itt? Ott van. Mit kell itt látni? Vastag vízvezetékcső. Aha. Itt meg szerintem őrhely lehetett, az lehetett a tetején, és csak a nagy betont a középen. Jó, az lehet. Na ugye itt vannak a maradványok is, ezek szerintem itt örök volt. Ja, hát igen, itt állt egy épület, amit lebontottak ezek szerint. Meg mondom, itt valahol volt egy turistaház is, ami régen a Mávé volt. De hogy pontosan hol azt én nem tudom, de ezen a részen volt. De valószínűleg azt is lebontották már. De itt van még egy áteresz. Úgyhogy, ez most így hogy? Hát ez ki van száradva. És akkor itt van még egy műtárgy, Bodajk felső és Balinka között. Ez végig magas töltésen megy. És csak egy földút felett megy át ezzel a nagy híddal. Nem semmi. De felépít nem is se változott, bár voltak talpás szakaszok. Viszont itt 48-as sinek, és most éppen TF betonaljak vannak. 69-esek. Valakik azért összeférzelták már a sinkus. És jöhet a dzsumbúj tovább. És itt van az első útátjáró, így Bodajk felső után. Haladunk. Itt járkálnak egy sűrűn, mert itt vannak egy traktornyomok. Persze, hát itt a közúton mennek. Hát az mezőgazdasági. Igen. A gaz viszont nem lett kisebb. Itt erről jöttünk, itt ezen a susnyáson keresztül. Érdekes, ott arra fele, meg lefele. Itt azért itt hatalmas töltés van itt, azt hiszem. Hát a vasúton az ott van mellettünk, de akkora gaz van, hogy szerintem nem lehet tovább menni rajta, kijöttünk ide a földútra. Bár ezzel se jártunk, jobban úgy látom, hogy ott elkanyarodik. Ja. Mehetünk egy 50 métert rajta, aztán mehetünk vissza a gazba. Egyébként a környék az ja, szép. Itt vagyunk a Bakony szélén. Na ezt nézzétek, itt van egy 10-es lassújel.
És hát ez pályaállapotokat nézve az indokolt is. Hát valószínűleg nem volt ennyire gazos, de hogyha akkor is a 10-zel lehetett rajta menni, nem lehetett sokkal jobb állapotban. És itt viszont tényleg támfal van itt mind a két oldalt. Mintha itt azért régen sem volt egyszerű. Hát meg közben ugye a földút elfogyott mellőlünk, úgyhogy itt kell mennünk most már tényleg itt a gazba. Bár itt még azért egész jó. Csak a futórózsákra kell figyelni. Ezt nézitek, találtunk itt egy vasúti épületet, ami érdekes, mert a térként nem jelöli, hogy ez itt lenne. Viszont vasúti volt, az egyértelműen látszik. Jött még a forgalmi irodának mindennek a helye, és ez még nem Balinka. Balinkai másképp néz ki. Igen, és ott volt a... És ott a közúti átjáró, viszont ez biztos, hogy vasúti épület volt, de már nem használják. Hát egyébként ugye hatalmas nagy bozót harc volt eddig is. Alig lehetett haladni. Szép. És igen, és az biztos, hogy a forgalmi iroda volt irány. Nincs. Viszont ez így, ki tudja, ez milyen épület lehetett, mert Balinkától még messze van. Tehát lehet, hogy itt volt egy megállóhely, vagy egy köztes állomás, vagy valami kitérő. De hogy ez hogy került ide? De már még a vasútállomásokon sincs semmi info. De ott még egy átjáró volt, ahol villanypásztor van keresztül húzva a vágányon. Hát át kellett bújnunk alatta. És akkor erre tovább. Itt még egész jól járható. Itt van egy vadcsapás mellette. Gyerünk. Na, azt nézzétek közbe. Benőtte a moha a sínt. Hát viszont is sokkal jobban lehet haladni, ahhoz képest, ami eddig volt. Ja, következő útátjáró. Hát semmi, rá van a fádot rótozva. Hát ennyi, de itt legalább megvan a túloldalt, nincs meg azon az áskereszt. Ennyi, hát rend legyen. És itt van az átjáró, és itt még betonnal le is hany. Ezek meg betonaljak itt előtte. Használ betonaljakkal. Innen viszont jobb a pálya állapot, és máiként Balinka határában vagyunk. És hát erről jöttünk. Balinka település meg itt jobb oldalt van. De ugye a szélén elmentünk. És ismét egy erdei szakasz, ami meglepően tiszta. És innen nagyjából Balinkáig el lehet szemtudni ilyen nyílőgyenes vonalra. Nézzétek, eddig még jó volt a helyzet. És itt menne tovább a vágány. Úgyhogy most megpróbálunk erre elmenni itt mellette. Ezen mit láttál ott a kanyarban? Meddig megy az út? Esélytelen, hogy tudjunk menni. Hát ez, de itt a földúton tudunk. Valameddig itt megy mellette. Akkor lesz szopás, ha elkanyarulunk. Igen. Hát mindegy, addig megyünk az úton, aztán majd látjuk. Na itt a bizonyíték, hogy azért itt nagyon régen ment el az utolsó vonat. Az ilyen kifejlett vastag törzsű fa az nem egy év alatt nő a vágánytengelybe. Viszont ez az utolsó kb. Egy kilométer, ahol most vagyunk, és nézzétek meg. Itt akkora gaz van, és nem lehet kerülni, mert mind a két oldalt víz van. Mellettünk megy a Gajapatak, meg itt is van valami, az Ápérben is valami víz. Hát az Ápér. Úgyhogy nem tudunk. Földön sem tudunk menni, ott meg ragadunk el. Úgyhogy nem tudunk menni, csak itt. Na most már kicsit jobb lett a helyzet, úgy látom, hogy itt van egy ösvény, itt már valaki elment. Az vadak. Na, szerintem egy bambi. Hát nem egy bambi, mert egy bambi nem taposhat ilyennyit. Sok bambi. Na hát haladjunk tovább. Ezt nézzétek. Hát méhek. Méh kaptárak mindenhol, de itt a vonal mellett. Még jó, hogy most télen jöttünk. Mehetünk. És itt van egy őrhely. Ez már Balinkához tartozott. És hát itt van mellette a... Úgy tudom mondani a sineken. És ott van egy kiégett személykocsi. Ezt nézzétek, Balinka bánya. És ez már itt a váltókörzet, és ott előttünk van a egykori felvételi épület. Elég sok váltó van, itt lakodó is. Hatalmas forgalom lehetett itt egykor. Úgyhogy lassan odaérünk a végponthoz. És itt van a Balinkai állomás épület, mögötte a bánya. Az ablakok kitölve ott a emeleti részén. Mennyit van az ajtó? Ja. Meg nézzük, az összes emeleti ablak ki van tölve, nem használják azt már semmire. Ja. És arrafele meg ott a bánya, és itt még egy négy alabig mennek a sinek. Hát, innen már nem is, már nincs sok hátra szerintem a
pályából. Maga a kinyújtó vége szerintem. Igen. És itt egy fatelep itt a vágányok végén. A lakodója is van, de hát nem vasúton szállítanak, az biztos. Ezt nézzétek, itt van a VHV vagon, ami kiégett, és 2020. november 25-én se lejtezték, tehát legalábbis az S betű akkor került rá. Akkor lehet, hogy akkor égett volna ki. De mit keres ez itt? Egy kicsit közelebb megyek, megnézem, viszont nem tudom, hogy ez mindjárt, mert itt a mellette lévő őrhely az lakott, az látszik rajta, a kémény is füstölt az előbb, de nem tudom, hogy ez mennyire magánterülete még, vagy nem. Mert itt viszont mert elkerítve nincsen, viszont valószínűleg ide tartozik a vagon is, de ezt nézzétek. Semmi. Hát valószínűleg lomtárnak használták. Ha, és itt van. 2020. november 25-e, hát akkor az most volt egy pár hónapja. Egyre szépen néz ki. Ezt nézzétek, itt vagyunk benne. Közben egy-két érdekes dolgot megtudtam erről a vagonról. Igazából ez kb. 5 évvel ezelőtt égett le, addig ez így itt volt. Rendesen is, tényleg ilyen tárolónak használták. Ilyen fás kamerának leginkább. De 5 évvel ezelőtt gyújtotta föl valaki. Vagy felgyúlott magától, ezen derült ki végül is. De akkor eloltották is. És valóban ezt pár hónapja se lejtezték le. És hamarosan szét fogják vágni. Na most ez az, amit megtudtam. Hát látjátok, hogy csak a váz maradt meg belőle. Nincs itt már semmi érdekes. És akkor itt van a túrának a vége. Ott az őrhely, aminek az udvarán ott volt a vagon. És itt a Barinkabányai buszmegálló. Körülbelül 15 óra is megérkezik a busz. Aztán lehet vissza Fehérvára, onnan meg majd vonattal haza. Úgyhogy ennyi volt ez a nagy túra itt közben. Töltődik a telefon, várjuk a buszt. A kamera is mindjárt lemerül, de itt van annak is a töltője, úgyhogy mindjárt megy oda a telefon mellé töltődni. És hát akkor ez ennyi lett volna, hát majd találkozom a következő vonalbejáráson, tehát szerint holnap is lesz egy... Valamikor az a videó felkerül, és lehet, hogy azt fogom előfelkerülni, ma az rövidebb lesz. Mindjárt ki tudja, melyiket csinálom meg először. Van, melyik sikerül. Úgyhogy majd találkozunk legközelebb is. Sziasztok!